Sziasztok! Üdvözlök mindenkit a csatornámon! Mint a címben láttátok, ez egy nyereményjáték videó lesz, aminek nem lenne más az apropója, mint hogy augusztusban én már egy éve lesz, hogy elkészítettem az első videómat. Szeretném nektek megköszönni, hogy az elmúlt egy évben támogattatok, hogy pozitív visszajelzéseket adtatok nekem, vagy éppen építő kritikákat írtatok meg a számomra, nagyon sokat segített az előrelépésemben. Mikor évelején összeírtam az idei évre a céljaimat, emlékszek, hogy 1000 feliratkozót szerettem volna elérni az év végére, és hihetetlen számomra, hogy most, bő fél év után már azt tudom mondani, hogy ma reggel éppen 3684 feliratkozom volt, és tényleg hálás vagyok minden egyes embernek, aki bizodalmat szavazott nekem. Talán tudjátok, hogy én semmilyen anyagi juttatásban nem részesülök azért, hogy ezeket a videókat elkészítem. Az összes terméket, amit itt bemutatok nektek, mind a saját pénzemből vásároltam meg. Ugyanúgy az összes nyereményjáték, ami eddig volt, és a mai nyereményjáték is, amit most indítok. Én vásároltam meg a saját pénzemből ezeket a termékeket, amiket szeretnék nektek odaadni. Úgyhogy a nap végén, ami engem ösztökél arra, hogy még további videókat készítsek, és hihetetlenül boldoggá is tesz engem, az az, amikor ti a videóim alá kommentáltok, lájkoljátok a videóimat, feliratkoztok a csatornámra, és tényleg visszacsatolást kapok arról, hogy értékelitek, és tetszik nektek, amit csinálok. És éppen miatt szerettem volna megosztani veletek is ezt a boldogságot. Ezért aztán arra gondoltam, hogy a kedvenc termékemet, a kedvenc palettámat kisorsolnám közöttetek. Aki legalább már két videómat látta, biztos, hogy találkozott ezzel a palettával, hiszen tényleg a kedvenc palettám, nagyon gyakran használom a videókban, és ez pedig nem lenne más, mint az itt még becsomagolt állapotban levő Jaclyn Hill és Morphe paletta. Ezt a palettát már a legutóbbi nyeremény sorsoláskor megvásároltam, és kerestem a tökéletes alkalmat, hogy ki tudjam sorsolni közöttetek. Úgy érzem, hogy ez az egyéves évforduló egy hatalmas mérföldkő a csatornám életében, és emiatt szeretném veletek megosztani ezt a palettát. Ha kiveszem a fóliában, akkor egy ilyen dobozban van, ő lenne maga Jaclyn Hill, ha esetleg még nem ismeritek, és gyorsan csak megmutatom a palettát, hogy hogy néz ki. Nagyon be van csomagolva, úgyhogy valószínűleg ezt inkább így hagyom, és megmutatom az én saját palettámat. Az én palettám egy régebbi verzió, itt még a hátulján nincsenek rajta a nevek, és ez még nem annyira jól tisztítható anyagból van, úgyhogy már most írjillem azt, aki egyébként megnyeri az új kiadást. Maga a paletta belülről így néz ki, 35 szín található benne, és tudjátok, hogy nekem ez egy nagy kedvencem. Azonban ez még nem minden. Arra gondoltam, hogy mint a legutóbbi nyeremény sorsoláskor, most is egy célt belőnék, amit hogyha közösen el tudnánk érni, akkor további ajándékokat, további kedvenceimet szeretném közöttetek kisorsolni. Azt említettem, hogy ma reggel közel 3700 feliratkozom volt, és arra gondoltam, hogy ezt a nyereményjátékot augusztus 20-án zárnám le, aznap úgyis mindenki szabad, meg tudja nézni a sorsolás eredményét nyugodtan, és ez alatt a 3 hét alatt, ha valami szuper teljesítmény alapján el tudnánk érni az 5000 feliratkozót, akkor két további kedvencemet, két megterméket sorsolnék ki közöttetek. Ehhez persze szükségem lesz a ti segítségetekre, hogy feliratkozzatok a csatornára, hogy a barátaitoknak említsétek, hogy létezik ez a csatorna, ha esetleg érdekli őket, ők is iratkozzanak fel, és ezáltal a kedvenc palettám mellett még két további kedvenc termékemet is odaadhassam nektek. Már megvásároltam őket, úgyhogy ezen nekem nem fog múlni, tényleg arról szólna, hogy közösen együtt tudjuk megünnepelni az 5000 feliratkozót is. Ez a két termék, amit pedig kisorsolnék közöttetek, nem lenne más, ha már láttátok egy-két videómat, biztos, hogy találkoztatok vele, a MAC Fix Plus-a és a Mineralize Skin Finish Soft and Gentle árnyalatban. A highlightet gyorsan megmutatom a sajátomon, így néz ki, ezt szoktam használni tényleg szinte minden videómban. Nem tudom, itt a fények most annyira nem jók, esik az eső, itt látjátok, szerintem gyönyörű szép árnyalata van. A Fix Plus pedig így néz ki, egy ilyen tégelyben található folyadék, egy fixáló spray, ami azt a célt szolgálja, hogy miután felvittük a sminkünket, ha lefújjuk vele az arcunkat, akkor ugye egy egységesebb képet ad neki. Sok fixáló spray egyébként hosszú távra is fixálja az arcot, hogy egész nap tartós maradjon. Ez a Fix Plusra annyira nem jellemző, ez inkább tényleg csak összehozza a sminket, hogy tényleg nagyon jól nézzen ki a végén az eredmény. És akkor nézzük a feltételeket. Mint említettem, augusztus 20-án lesz a sorsolás, és nézzük, mit kell tenned, hogy te is részt vehess benne. Először is legyél feliratkozva a YouTube csatornámra. Másodjára pedig ennek a nyereményjáték videónak a linkjét, amit a Facebookra fogok kitenni, kérlek, hogy osszátok meg a Facebook oldalatokon.
A harmadik dolog pedig szimplán egy technikai dolog, mint legutóbb megtudtam, ugye csak úgy tud a rendszer sorsolni közöttetek, hogyha kommenteket is lát tőletek, úgyhogy ha fel vagytok iratkozva a YouTube csatornámra, megosztottátok a Facebookon a linket, kérlek, hogy a Facebook link alá az oldalamon írjatok egy üzenetet, akárha csak annyit írtok, hogy osztva valami, hogy megjelenjen a nevetek. A nyereményjátékban bárki részt vehet, függetlenül attól, hogy melyik városban, melyik országban van, postán fogom elküldeni neki a terméket. Szeretném még egyszer megköszönni mindannyiótoknak a támogatást, és sok sikert szeretnék kívánni nektek a nyereményjátékhoz. Holnap pedig szeretnék egy kérdések és válaszok videót készíteni, úgyhogy ha létezik bármi olyan kérdés, amit szeretnél tőlem megkérdezni, akár sminkekkel kapcsolatban, külföldön, Svájccal éléssel kapcsolatban, a munkámmal kapcsolatban, tényleg bármi, ami érdekel, nyugodtan írd le a lenti kommentmezőbe, és a holnapi videóban meg fogom válaszolni. Köszönöm mindenkinek előre a kérdéseket, és sok sikert kívánok még egyszer a nyereményjátékhoz. Sziasztok!